A mi családunkban a teleki igazi generációs iskola. Anyai nagybátyám Tóth Lajos az iskola altisztje volt. Ő mutatta meg nekem, talán alsós kislányként, a nagylányiskolát, ami aztán nekem, a hugomnak, az unokatestvéremnek, az unokámnak volt kedves iskolája, és maradt a mai napig. A hála szavai azért aktuális, mert a küldött képek tanúsága szerint most ünnepeltük 60 éves érettségi találkozónkat. Minden találkozó megszervezésekor éreztem, hogy egy iskola értékét az a szeretet is meghatározza, amellyel volt tanítványai viseltetnek iránta. A teleki nem csupán tudást, tisztességet, toleranciát, szellemi igényességet tanított, hanem a semmi mással nem pótolható összetartozás érzésének kincsét. 60 év sok idő. Elvesztettük már tanárainkat, és 32 társunkból is csupán 14-en élünk. Nagy a veszteségünk. Még az utolsó találkozás fészek melegét érezve, ma is azt mondtuk, hogy mi valamennyien hithű telekisek maradtunk. Úgy éltünk, hogy hasznosan megmaradjunk, meglelve a magunk helyét és dolgát a világban. Szívből kívánom, hogy az összeállítás sugározza előre és hátra lépésigazító fényét az elődöknek és az utánuk jövőknek egyaránt. Hegedűs Anna Mária. Az 1985-ben érettségizett 4. B osztálynak rendhagyó módon egy 31. érettségi találkozója is volt. 2016. április 23-án szombaton. Egy nagyon szép, napsütéses, tavaszi nap volt. Nagyon vártuk már ezt a napot, és Erzsi néni is várta, kedves osztályfőnökünk, Kresnyák Pálné, nekünk, és majdnem mindenkinek Kresi mama. Sokan voltunk, örültünk egymásnak, persze senki nem változott semmit, nevetés, könnyek, volt minden, aminek lennie kellett egy rendes érettségi találkozón. Egy évvel később, 2017-ben, halálának híre megrendített és mélyen elszomorított minket. Mi minden jut eszünkbe, ha felidézzük az együtt töltött időt, az 1981-től 1985-ig tartó 4 évet. Eszünkbe jut, ahogy több kiló könyvvel a hóna alatt beviharzik kedvenc sárga pulóverében, és soha nem lankadó lelkesedéssel beszél Antigonéról, Rómeó és Júliáról, Anna Karenináról, kedvencéről Adiról, a nagy orosz regényírókról és Viszockiról, a festményekről, a fantasztikus orosz múzeumokról mesél. Ahogy minden évben újra és újra elolvasta a regényeket, amelyekről beszélt, és többé-kevésbé elolvastuk mi is őket. Vitt magával a lendülete, lenyűgözött a tudása, a bölcsessége. És eszünkbe jutnak az iskolai színdarabok, a Csongor és Tünde, és szalagavatói táncunk, a Palotás, amit ő maga tanított nekünk, mert Erzsi néni ehhez is értett. És eszünkbe jutnak a kirándulásaink is, ahol több száz kép készült. Emlékszünk akkor még kicsi fiaira, Palkóra és Bencére, akik jöttek velünk, Zalába, Pécsre,
színházba mentünk, és nyaralni Balatonszemesre, ahol szegény Erzsi néninek égnek állt a haja, amikor kiderült, hogy szórakozásból autostoppal közlekedünk a Balaton partján. Páran le is maradtunk a vonatról, csak a csomagok árválkodtak a peronon, szóval nem hagytuk, hogy unatkozzon. De türelmes volt, terelgetett, formált bennünket ebben a nagyon fontos, ám kicsit sem egyszerű életszakaszban. Drága Erzsi néni, köszönjük. Nagyon fog hiányozni az érettségi találkozóinkról. Két archív felvétellel próbálom bemutatni, hogy milyennek szerettem volna látni az ideális Telekit. Az iskolai cinikus és módszeres rombolása közben kérdéses, hogy szabad-e ünnepelni, de csak azért is. Nem kérünk az oktatásból. Oktatás? Egyre kevésbé szeretem ezt a szót. Az oktatás azt jelenti, az iskola verbalitás, az intellektus némi fejlesztése kész mondatokkal. Oktatás? Körülhatárolt tananyag. Oktatás? Én vagyok a főokos, már a helyzetemből adódóan is igazam van. Az iskola más. Az iskola együttlét, az iskola mentalitás, szemléletfejlesztés, látókörtágítás, az iskola szeretet. És az iskola munka. Nagyon sok munka. Nagyon sok fontos, örömteli munka. Ahogy a videó is mutatja, olyan munka, amelyben az igazat mondjuk, nem pedig azt, amit a mindenkori hatalom, a mindenkori felnőtt világ szeretne hallani. Ahol hiába van kitűzve a Zeus főisten képe, tudomás sem véve róla lehet élni, táncolni, fontosnak lenni. Hálás vagyok, hogy a Telekiben nem csak oktató lehettem, hogy értelmes munkát végezhettem. De a drámában így mindenki fontos volt benne, hogy igen, te is a képbe tartozol, és te is kell lesz hozzá. Hogy ez tényleg, hogy része vagy valaminek, és kell lesz oda. Az idealizált Teleki képemben a drámaszót szívesen kicserélném a Telekire. A Telekiben az volt a jó, hogy mindenki egyformán fontos volt, mindenki hozzátartozott a képhez, része volt az egésznek. A magyar iskola ügyi jószerével halott, de hát, ha egyszer életre kell újra. Aksz Károly voltam. Éljen a Teleki! A Telekiben 1987-ben az első magyar óránkon osztályfőnökünk két szót íratott fel velünk a füzet címoldalára. Nem is sejtettem, hogy ez a két szó mennyire értékrend alapozó és mértékadó lesz az életem során, és hogy erre még 25 év múlva is ilyen tisztán emlékezni fogok. Ha minden 15 éves diáknak megtanítanák ennek a két szónak a jelentését és a jelentőségét, ez a világ nem itt tartana. A két szó tolerancia és empátia volt. Az osztályfőnökünket Aksz Károlynak hívták. Köszönöm. Telekisnek lenni annyi, mint egyéniségnek lenni. Egyébként, ha az ember telekis, akkor vagy gitározik, vagy zongorázik, vagy ha nem jár zeneiskolába, akkor szép kiejtési versenyre jár, vagy szavaló versenyen vesz részt, matek-fizika versenyeken, OKTV-kre jár, rajzol, biztos, hogy csinál valamit, amivel a kreativitását vagy a különleges tehetségét segítettek a tanárai kiteljesedni. Ha telekis vagy, akkor még az is elképzelhető, hogy nem csak a családodon belül, vagy a baráti körödön belül tudod megmutatni a kreativitásodat, hanem esetleg sok munkatanulás után az egész ország, vagy a világ a kultúra hasznára lehetsz. Sziasztok! Nemes Ágnes vagyok. Boldog születésnapot, Teleki Blanka Gimnázium! Ami nekem a Telekiről eszembe jut, sok-sok dolog közül, azt, hogy a Teleki nekem mindig is egy igazi bölcső volt. Sokszor éreztem azt tinédzser koromban, hogy Mezőtúr annyira messze van mindentől, hogy én lemaradok azokról a programokról, ahova el akarok jutni, hogy nincs színházunk, hogy nem ott vannak a koncertek, és mindeközben pedig egyre inkább éreztem, hogy jól van ez így. Aztán, amikor elmentem Szegedre egyetemre,
aztán amikor Pesten kezdtem dolgozni, és aztán, ahogy teltek az évek, és egyébként amilyen világban most vagyunk, egyre inkább felértékelődött az a bölcső, amit a Teleki adott. Én úgy gondolom, hogy aki oda járt, aki most oda jár, ebből megérezhet valamit. És az, hogy hányan babusgattak minket, én nagyon hálás vagyok minden tanárnak, aki hozzátette ez a 6 évhez, és elmondhatatlan hálás vagyok annak a 20 embernek, aki rajtam kívül 6 évig abba az osztályba járt, ami mi voltunk, és Lázárné Kati néninek, és azt gondolom, hogy nem az az ember lennék most, hogyha nem a Telekiben ringatják az én bölcsőmet. Nagyon hálás vagyok azért az értékért, amit ott kaptunk, és szerintem sose fogom elfelejteni azokat a fényeket, azokat az illatokat, ami mondjuk egy szép szeptember délutánon a 2-es terem felé vezetett. Úgyhogy minden jót nektek, és éljen Teleki Blanka! Sziasztok! Kedves mindenki! Kedves Telekise! A mi életünk ezer szállal kötődik az Alma Materhez. 30 éve és pár napja kezdtük meg tanulmányainkat szeretett középiskolánkban. Hosszasan lehetne sorolni a vállalható és vállalhatatlan történeteket, legyen ez Fecskebál, Szalagavató, Teleki Nap, Medita, Edü, koncertek a klubban, kis és nagy kollégium, esti kosarazás, elcsúszott kimenők, lopott csókok, énekkari kirándulások, sok nevetés, sok diák huncutság. Mindezek mellett tiszteletet érdemlő tanári kar és iskolavezetés, életre felkészítő pedagógusok, nevelőtanárok álltak mellettünk. Ami viszont a legfontosabb, megmaradtak, és a mai napig élnek az ott született kapcsolatok. És megmaradt a Telekihez köthető szerelmünk, ami szintúgy odaköt. Ebben az iskolában ismerkedtünk meg 25 éve. Ez a kapcsolat 14 éve házasság, és egy 6,5 éves kisfiú a gyümölcse. Köszönjük mindazt, amit az előbb felsoroltunk, és boldog 125 éves születésnapot kívánunk, Teleki! Vágyi család! A gimnáziumi években is, hogyha a legszebb pillanatokat kellene felidéznem, azok nem elsősorban a tanulást jelentették, bár azt jó, ha tudjátok, hogy a világon az egyetlen dolog, amit nem vehetnek el tőletek, az az, amit megtanultok. Mégis azt mondom, hogy a gimnáziumi évek legszebb részei közé a közös emlékek tartoznak. A közös izgalmak egy-egy tanóra előtt, a közös osztálykirándulások, mi például több napot voltunk Szlovákiában, és ez hatalmas élmény volt az osztálynak, az erre való készülődés, az erre való gyűjtögetés, és nyilván az ott eltöltött pillanatok. Szintén hatalmas élmény a szalagavatóra való készülődés, amikor mi harmadik osztályosok voltunk, harmadik évfolyamosok, és előadhattuk a műsorunkat, amelyet annak idején videókazettára is felvettek, és nekem személyesen még ezek meg is vannak, és büszkeség számomra visszanézni, hogy hogyan készültünk annak idején a ballagó negyedik osztályosoknak. Azt kívánom nektek, hogy ti is éljétek meg ezeket a pillanatokat, ugyanolyan nagy örömmel, ahogy mi, és higgyétek el, hogy az egyik lehető legjobb intézményt választottátok. Kívánok nektek nagyon boldog, sikeres éveket, és higgyétek el, sosincs lehetetlen. Hihetetlen, de ebben a hónapban volt éppen 29 éve, hogy diákként átléptem a Teleki küszöbét, és én már negyed évszázada annak is, hogy leérettségiztem. Annak viszont lassan 44 éve, hogy megismerkedtem az iskolával, hiszen szüleim révén, akik évtizedekig tanítottak a Telekiben, nem túlzás azt mondani, hogy már az anyatejjel szívtam magamba a telekizmust. Még gyerekkoromból emlékszem Ica néni lángosára az alaksori büféből, Bete Laci bácsi majorannás csirkéjére, a politikai kaszinókra, az osztálykirándulásokra, amelyen akkor még tanárgyerekként, egyfajta potyautasként vettem részt a szüleimmel. Emlékszem arra az elkötelezettségre és hivatástudatra, mellyel a szüleim építették az iskolát és nevelték diákok generációit. Legmeghatározóbb élményeim persze abból az időszakból valók, amikor 93 és 97 között a Telekiben tanulhattam én magam is. Nagybetűs pedagógusoktól tanulhattam ezekben az években fegyelmet,
tisztességet és ezerféle ismeretet. Máig felejthetetlenek számomra Marinka tanárnő történelem órái. A mai napig tudom idézni mondásait, amik a legkülönfélébb helyzetekben jutnak eszembe. A történelem szeretetét és számtalan ismeretet köszönhetek neki. Emlékezetesek Lázárné Kati magyar órái is, kivált kép az ember tragédiája, melyet hónapokig vettünk, máig érvényes gondolatokra lelve a műben. Nagy szeretettel gondolok Abonyiné Joli nénire is, akinek diákkorom legnagyobb tanulmányi sikerét köszönhetem, hiszen 97-ben országos harmadik helyezett lettem az orosz nyelvi OKTV-n, mely akkor egyben ez a belépőt is jelentette a főiskolára, később pedig az egyetemre. Sosem felejtem el Baranyiné Jutka néni mitológiai történetét és szeretetteljes lényét, vagy azt a feszültséget, amikor Hőgye tanár úr a naplót lapozgatta felelés előtt, és mindig megmarad nekem Tamás Hidi tanár úr derűs lénye, örökké vidám egyénisége is. Meghatározó volt számomra a német testvériskolai kapcsolat, melyet Szabó Zsigmond tanár úr alapozott meg egy vejdai baráti kapcsolaton keresztül, és amely sok más diák mellett engem is nagyban motivált arra, hogy tökéletesítsem német tudásomat. Valóban életre szóló élményt jelent, hogy tagja lehettem a Kugyela Anni néni vezette iskolai énekkarnak, melyen felléptünk a karácsonyi hangversenyeken, Szolnokon, Székesfehérváron, Gyulán vagy éppen Pécsváradon, de eljutottunk az énekkarra a Vejdába is. Az énekkarnak köszönhetem azt is, hogy én már negyed évszázada járok vissza Erdélybe, homoródalmásra, és életem meghatározó része lett, hogy évről évre megtapasztalhassam ott, vannak vidékek legbelül. Telekis éveinket tyúkanyóként Pálné Balázsi Baja határozta meg, közösségé kovácsolva a sokféle háttérrel és sokféle településről a gimibe érkező diákokat. Tényleg órákig tudnék beszélni a telekis élményekről, de most inkább csak címszavakban. Felejthetetlen számomra a diák önkormányzati munka Gábor Évi vezetésével és számtalan aktív és értékes diáktársam részvételével. A hónapokon át tartó iskolai sportbajnokságok, amiket 96-97-ben én szervezhettem. A szegedi, az empléni vagy az egri osztálykirándulások, a szolnoki és budapesti színház látogatások. A teleki napok a 24 órás vetélkedőkkel és a martfűi 12 órás vetélkedők. Az általunk szervezett Medita és a gyulai Edű rendezvények. A Bakuci tábor 96-ban. Az idegen nyelvi lektorok Terry és Stefan. A 100 éves évforduló, amit már öreg diákként élhettem meg, és nagyon büszke voltam arra, hogy az évfordulóra kiadott jubileumi iskolai évkönyvbe én írhattam a telekis diákság sport életéről. Jó szívvel gondolok az olykor beteljesült, máskor beteljesületlen diák szerelmekre, az azóta is tartó, valóban igazi barátságokra. Emlékszem, hogy Axe tanár úr azt mondta a ballagásomon, tetszett, ahogy ezt a 4 évet itt csináltad. Hálás vagyok a szüleimnek és a sorsnak, hogy telek is lehettem, és bízom benne, hogy ezzel ugyanígy vannak a mai telekisek, és még évszázadokon keresztül így lesznek majd a leendő telekisek is. Boldog születésnapot, Teleki Blanka Gimnázium! Egészen furcsa érzés magamat interjúvolni, de mivel a kedves szervezők megkértek rá, hát elmondom, hogy volt 6 baromi jó évem. 1996 és 2002 között jártam a telekibe. Ebből a műveltebbet már ki tudják következtetni, hogy 6-osztályos brigádnak voltam a tagja. Sokat elmond szerintem a társaságról, hogy a volt osztályfőnökünk, Juhászné Patkós Edit, azóta sem vállalt újabb osztályt. Szerintem ebben nagy szerepe volt annak, amit tőlünk kapott abban az időszakban, amíg telekisek voltunk. Elképesztően jó volt az a hely akkoriban, nem tudom, hogy most milyen, sajnos viszonylag régen voltam bent úgy, hogy nem osztálytalálkozón, hanem csak így a szürke hétköznapok során becsöppenhessek. De akkoriban tényleg minden volt gyakorlatilag, amit el lehet képzelni. Állandóan voltak programok, és itt most nem csak a teleki napról beszélek, hanem ilyen random koncertek előfordultak az alaksorban, a klubban. Akkor kezdtünk el együtt zenélni a cimboráimmal, csináltuk a kosárcsapatot, állandóan küldtek minket mindenféle fellépésekre, az énekkarra, meg mindenféle tanulmányi versenyre, nem tudom mikre. Elképesztően jó tanárokat kaptunk, tehát szerintem az akkori brigádnak gyakorlatilag a legjava tanított minket, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt így be tudtuk mákolni abban az időszakban. Úgyhogy szerintem sokat elmond egyébként a telekis pályafutásomról, meg az egész iskolai közösségi életről, hogy a mai napig, hogyha összefutunk a cimborákkal, meg a volt osztálytársaimmal, akkor körülbelül 3 perc telik el a sörözésen, és utána már is jönnek a telekis sztorik, és gyakorlatilag a mai napig ebből élünk. Úgyhogy köszönöm ezt a 6 évet, és nagyon remélem, hogy
azok, akik most oda járnak a Telekibe, hasonló jókat tapasztalnak, mint mi annak idején. Kedves iskolám, iskolánk, a Teleki. Te vagy számunkra a múlt, a jelen és a jövő. A múlt, mert már a 100 éves évfordulód alkalmával megrendezett bálon és társas táncban mutatóztam, mint leendő diák. 1997-ben nyertem felvételt a gimnáziumi hatosztályos képzésre, és 2003-ban érettségiztem. Nem csak az élethez szükséges megalapozott tudást, barátokat, boldog, felhőtlen diás éveket köszönhetek neked, hanem itt ismerkedtettem meg férjemmel, Major Viktorral, gyermekeim édesapjával. Immáron 23. évet ünnepelhettük együtt, ebből 12 év házassággal. Három gyermekünk született ebből a kapcsolatból, a 17 éves Levente, a 12 éves Regina és a 4 éves Vendel. Férjem Viktor 1996-ban jelentkezett a gimnáziumi hatosztályos képzésre, és 2002-ben érettségizett. Ő egy igazi családi gimnáziumba jelentkezett, mivel az ő szülei, Major Tamás István és Muzsai Erzsébet is szintén telekis diákok voltak, és itt ismerkedtek meg. Barátait, felhőtlen diák éveit, kosárlabdás élményeit szintén az iskolának köszönheti. Te vagy a jelen. Nagy örömünkre szolgál, hogy első szülött nagyfiunk, Major Levente, és a Telekibe járhat, a családi gimibe. Igen, Levi, te, akinek szívügyeddé vált a Teleki, a mi szeretett iskolánk. Szívből örülünk, hogy megtapasztalhatod mindezt a szépet és jót, amit ezen iskola tanárai és falai adtak nekünk is. Idén választottak diákelnöknek, amihez szívből gratulálunk, és reméljük, hogy sok-sok jó programot szervezel még a Telekinek, és örökbíted a hírnevét. És te vagy számunkra a jövő. Nagyon reméljük, hogy másik két gyermekünk is saját tapasztalatot gyűjthet a telekis életérzésből, és ide járhat majd. Kívánunk ehhez minden szépet és jót, mit csak kívánni lehet. Nagyon boldog 125. évfordulót, Teleki. Maradj meg nekünk! Nekem a Telekivel kapcsolatban a legemlékezetesebb pillanatok mindig a szalagavatókhoz kötődnek, és ez azért van, mert a szalagavatói műsorok azok szerintem a Telekiben más iskolákhoz képest sokkal fontosabb polcon helyezkednek el. Ezekben a műsorokban megmutatta az iskola, hogy milyen egyszerű és kreatív oktatói vannak, milyen nyitott és befogadó közösséget tud lenni, és ami miatt szerintem fontos, hogy ilyen közösségi élmények érik az embert, az az, hogy az iskola egyáltalán nem csak a különböző tantárgyak tudáselemének átadására szolgál, hanem sokkal több ennél, és sokkal több kell legyen ennél. Az erkölcsöt, tartást, attitűdöt ad át, és azt gondolom, hogy a Telekiben mi ezt maximálisan megkaptuk, köszönhetően a remek tanároknak, és annak az étosznak, ami remélhetőleg mind a mai napig a Teleki sajátja, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy részese lehettem ennek az élménynek, és nagyon sokat köszönhetek különösképpen az osztályfőnökömnek, Ax Károlynak. Kedves telekisek! Polgár Péter vagyok, és 2009-ben érettségiztem a Telekiben. Az iskola fennállásának 125. évfordulója alkalmából a szervezők arra kértek, hogy osszam meg kedves emlékeimet abból az időből, amikor én is telekis gimnazista voltam. Hatosztályos gimnáziumba jártam, ami a 2000-es évek első évtizedére esett. Rengeteg élmény, öröm, siker kapcsolódik számomra ehhez az időszakhoz, de ha csak kettőt szeretnék kiemelni, akkor a Bartók 2006 és Kodály 2007 eseményeket említeném. A két zeneszerző születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett eseménysorozatot igazi városi összefogás övezte. Nem csak a Teleki vett benne részt, de főszervezőként a Pont Rádió is, valamint támogatta a megvalósítást a város önkormányzata és több iskolája, vállalkozója is. Felemelő volt a programsorozatokat ilyen közös erővel megszervezni és végigvinni, erre mindig emlékezni fogok. Sokaknak lehetne név szerint is megköszönni ezt, de elkezdeni felesleges.
Számomra a telekis életem két meghatározó pontja volt ez a két esemény, amit sok munkával sikerre tudtunk vinni, és éreztük, hogy ezzel az egész városnak sokat adunk. Kívánok sok hasonló élményt a mostani és a jövőbeni telekiseknek is. Sziasztok, kedves telekisek! Lázár Ágoston vagyok. 2007 és 11 között voltam a giminek a zenegépe tulajdonképpen, amiben, hogyha bedobtak egy 50-est, akkor bármikor eljátszott egy Cseh Tamás dalt, vagy bármit tulajdonképpen. Szóval nem is kívánhatnék mással boldog 125. évfordulót, mint ezzel a dalrészlettel. Születtem Magyarországon, 125 éves vagyok, fejemben összekeveredtek fél decics kormányzatok. Neveltek haza szeretetre, hittem az Istenben is, harcoltam két háborúban, túléltem az Istenbe is. Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és fél deciket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim, de áll önök előtt. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Pap Gergő vagyok. Tavaly végeztem a telekiben, vízügyi szakon, tehát relatíve frissek az élmények a sulival és a közösséggel kapcsolatban. Ez alatt, az 5 év alatt sok mindent tanultam, meg tapasztaltam természetesen, egyaránt szakmailag, meg úgy alapvetően az élet különböző terein, de szerintem az egyik, ami a legfontosabb volt, és amiről valójában az egész üzenetem szólna, az a kapcsolataitok ápolása másokkal. Nem tudom megfogalmazni, mennyire fontos tényezője volt ez az ott töltött éveimnek. Amellett, hogy természetesen tanulunk,
meg törekszünk minél jobban teljesíteni, meg megfelelni bizonyos elvárásoknak, nem hanyagolhatjuk el azokat az embereket, akik mellettünk vannak nap mint nap az órákon, a kollégiumban, vagy akár nehezebb időkben is. Ez lehet nyilván eltérő, de számomra azok a barátságok a legerősebbek, amik ott létrejöttek, és biztos vagyok benne, hogy nem is fognak csak úgy elkapni, mint akármelyik felszínes kapcsolat, vagy akármi. Szóval, ha egy üzenettel kéne szolgáljak a mostani, és akár a jövő telekis diákjainak, akkor annyit üzennék, hogy ha vannak barátaid, akkor bizonyos értelemben már családod is van, úgyhogy igen. Mindenkinek sok szerencsét a továbbiakban. Kormányos Ildikó vagyok. Hogy mi jut eszembe, amikor a telekire gondolok? Finom ételek az iskolai menzán, kirándulások, fellépések az énekkarral, ifi vezetőként eljutni Csillebércre, osztályfőnöki hozzájárulással elmenni az éjféli misére, kedvenc tantárgyaim az ének és a biológia. Természetesen ezeket a tantárgyakat a kedvenc tanáraim tanították. Megtanulni vakon írni, azaz gépírással, aminek kimondhatatlanul nagy hasznát vettem a későbbiekben, amikor a könyveimet írtam. Visszagondolva, olyan tanárok jutnak az eszembe, akik nem csak tanítottak, de példaképpé és barátokká is váltak egy életen át. Persze jó régen volt már mindez. Felnőttünk mi, és már a gyerekeink is. És ha minden igaz, akkor 2 év múlva az unokám fogja átlépni a teleki küszöbét, mint gimnazista kisdiák. Tudom, jó kezekbe kerül majd. Boldog születésnapot kívánok, kedves iskolám, és legalább még 125 évet az elkövetkező tanulni vágyó generációk örömére.